Kezdődik a ma délelőtt következő órája, mégpedig azzal, hogy először szerepel magyar színésznő a világ legnagyobb színházi seregszemléjén, az Avignoni Fesztiválon. Gosztola Krisztinával a hazai közönség találkozhatott már az Életképek, a Hexen vagy a Tűzvonalban című sorozatokban, de a színésznő számos alkalommal szerepelt már amerikai produkciókban is. Most viszont Franciaországba készül, ahol július 5-én mutatkozik be, előtte azonban Barnának, illetve az M1 nézőinek mutatkozik be itt a stúdióban, és talán nem árulok el a titkot azzal, hiszen valahol ez természetes, hogy ti tulajdonképpen az elmúlt percekben már el is kezdtétek a beszélgetést. Mit tudtál meg eddig? Nagyon sok minden, nem akarom elárulni, majd a kedves nézőknek most. Hát szervusz, és szívből gratulálok. Szervusz, köszönöm szépen. Mondhatnám azt, hogy ideje volt már, hogy egy magyar művész is föllépjen a Avignonban? Igen. Ezt megelőzően voltak ugye a művészek, de inkább táncosként, koreográfusként, mozgásszínházzal léptek fel, tehát prózában még nem, ahogy én tudom. Annát az előbb mondta, hogy milyen darabokban játszottál idehaza, talán egy kimaradt, meg nagyon sok szerintem, de a Balázsov is művész úr által rendezett, Lukács Sándor, miért nem maradt reggel a játékszínben? Igen, játékszínben, igen. Avignon egy hatalmas fesztivál, 1947 óta játszanak ott, nagyon-nagyon sokan mennek el, több százezren. Igen, évente 120-140 ezer nézőt várnak oda, igen. És igen. Hány játszó csoport lép föl? Több száz, van avantgárd részlege, tehát ahol modern darabokat játszanak, és vannak klasszikus előadások is. Na most ez egy kétszemélyes darab. Ez egy kétszemélyes darab, francia nyelven. Egy román szerző. Igaz, Franciaországban él. Franciaországban él, Párizsban él, és ő nagyon-nagyon ismert drámaíró. Milyen mondani valója ennek a darabnak? Délszláv háború idején játszódik, egy amerikai pszichológus nőnek a találkozása egy szerb lányjal. Érdekes történet. Igen, akit a háború alatt megerőszakolnak, teherbe esik, és tulajdonképpen a kettőjük beszélgetése, vívódása, hogy lehet ezt túlélni lelkileg, fizikailag, és mi legyen a baba sorsa. Nagyon-nagyon szép történet, és gyönyörűen ír az író. Milyen nyelven lehet ott fellépni? Francia nyelven. Mindenki csak francia. Csak francia nyelven lehet játszani, igen. Tehát bármilyen nemzetiségű színész lép ott fel, akár angol vagy amerikai, neki is francia nyelven kell játszania. Ez egy régi pápai palota romjain van, ugye? Igen, ott volt. Maga látvány is csodálatos. Igen, ott kezdték el magát a fesztivált, ugye 47-ben, a háború után, és ez a fesztivál, ez csak az elején egy párnapos volt, és nagyon kevés. Kotorászom az emlékében második Richard volt talán ott az első darab, ugye? Igen, és pár napig tartott. De mondja meg, ha rosszul tudom. Mert... Nem, én is úgy tudom. Akkor rendben. és az évek folyamán ez kinőtte magát egyre nagyobb területté, és most már tulajdonképpen a világ legnagyobb színházi fesztiválja. Na most azért itt kapaszkodni kell, mert július 5-én lesz a premier, ugye? Igen. És aztán minden nap bemutató. Minden nap bemutató. Ezt hogy lehet bírni? Hát nagyon nehéz lett. Mondta a rendezőnő, őről annyit kell tudni, hogy Bea Gersenyi, egy magyar származású, de Párizsban élő rendezőnő, és mondta, hogy készüljünk fel, hogy ez fizikailag, lelkileg is, ez egy nagyon-nagyon kemény dolog lesz. De már nagyon... Ez hány előadás jelent nálatok a ti részetekről? Ez valószínűleg 30, tehát egy 30 előadás lesz, és ezt megelőzően lesz egy hónapos próba folyamat Párizsban. Négy hét lesz, tulajdonképpen nem sok. Tehát nem kétszemélyes, hát nem, egy kétszemélyes darabra 4 hét, francia nyelven. Nagyon... Ja, én azt hittem az előadás nem sok. Nem, mondom, ezt megelőzően lesz egy 4 hetes, azt mond, 4 hetes próba folyamat. Igen, a felkészülés. Igen, a felkészülés, igen. Hát ez egy csodálatos dolog lesz. Hogy lehet ide kijutni? Mármint föllépő művész. Hát én pont Olaszországban voltam, ott dolgoztam egy kisfilm előkészítésén, amikor kaptam a telefont, hogy kaptam a meghívást, hogy vegyek részt a castingon, és kaptam 3 monológot a darabból, és volt összesen 3 nap felkészülési időm, hogy ezt kívülről megtanuljam. Hogy lett 3? Nagyon nehéz volt. Hát én azt gondolom, tudom rólad, hogy 3 nyelven aztán úgy beszélsz. Igen. Úgy folyamatosan, folyékonyan. Igen. Angol, francia? Francia és olasz. Igen. Mert hogy te először Londonban kezdted a pályafutásod. Mielőtt itt végeztél a színház művészeti egyetemen. És aztán London, és aztán picit Los Angeles, New York jött. Az a pici az mennyi idő? Hát az a pici az 2 év volt, amikor ez a
Igen. Kiruccant az ember két évre, így szokott lenni. Ott mi történt veled? Los Angelesben, én először ugye tanulni mentem ki az Actors Centerben, a londoni Actors Centerben, ami szintén nem volt könnyű oda bekerülni, mert... De ilyenkor megint egy telefon, vagy az ember ott ólálkodik, és hát ha valaki kijön és behívja? Nem, nagyon nehéz. Az Actors Centerről annyit kell tudni, hogy Sir Laurence Olivier alapította. Aha. 78-ban, és az a lényege, hogy már profi színészeknek workshopokat tartanak. És oda kellett mennem felvételizni, vinni a diplomámat, és külön még monológokkal felvételizni, hogy én egyáltalán azokon a workshopokon részt vehessek. Úgyhogy ez is ez egy ilyen kemény dolog volt. Hogy aki egyszer Avignonban ezen a szenzációs fesztiválon bemutatkozik, fellép, megmutatja magát, az váltott egy bérletet oda? Tehát innentől minden évben várható egy felkérés? Ez biztos így van, hogy a Avignonnak nem csak az a hatalmas nagy lehetősége, hogy itt az ember megmutathatja magát és sok ember előtt játszhat. Mondjuk hanem főleg ez nem? Igen, az, hogy szakmailag ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Kicsit olyan csúnyán mondva, ez egy vásár, ahová az ember viszi a darabokat. Jönnek az impresszáriók, jönnek a rendezők, megnézik az előadásokat, a színészeket, és itt dől el, hogy a következő évben hogy lesznek a szerződtetések. Tehát ez nagyon, kicsit azt mondanám, hogy olyan, mint a filmeseknél. Az ember vására viszi már, hogyha itt maradunk a vására. Igen. A vására viszi a bőrét. Igen, vására viszi a darabot, és mint színész, akár mint író. Tehát, hogyha egy írónak itt bemutatják a drámáját, akkor az szinte biztos, hogy utána nemzetközi karriert fut be az a darab, hogy utána már több országban már fogadják azt a darabot és játsszák. Gosztola Krisztinának szívből gratulálunk, nagyon sok sikert is, hát nagyon sok fellépés még a Avignonban. Nagyon köszönöm. Szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm.